Ebbe a 60 liter cukrászdába akart betörni ma hajnalban egy férfi. Ütötte és feszítgette az üveget, hát ha az betörik. Mindezt ezzel a mintegy 3 méter hosszú oszloppal próbálta elérni. Innen a cukrászdától pár méterre található díszfa mellől húzta ki a támasztékot. Orbán Péter, a rendészeti osztály vezetője azt mondja, kollégái a szokásos járőrözésük közben érték tetten a férfit. A rendészeti osztály munkatársai az éjszakás erőszolgálatok során a Kossuth téren járőröztek, amikor egy ilyen puffanó hangra lettek figyelmesek. Majd ahogy a területet közelítették, hogy honnan jöhet a hangnak a forrása, akkor látták, hogy egy számukra ismeretlen férfi egy nagy fával a kezében a pillangó cukrászdának az ablaküvegét próbálja kiütni. Nyilván akkor intézkedés alá vonták a szemét. Az intézkedés során a kollégáim igazoltatták a szemét, nem volt nála szemigazolvány, az adatai bemondás alapján állapították meg, majd ezt követően értesítették a 60-nél rendőrkapitányságot, és az intézkedést átadták továbbiakban számukra. Az igazoltatáskor a férfi azt állította, hogy éppen a kórházból jött, ahová azért vitték be, mert korábban összeesett. A betörést pedig azért kísérelte meg, mert nagyon fázott, és csak be akart ülni az épületbe melegedni.